Vajon hol találok most új ellenfelet, aki majdnem méltó lesz? Nézzen szét a kanálisban. Sziasztok gyerekek, ez itt a Gaming kanál, és én Guszti vagyok. Folytatjuk az Ark szériánkat. A nagyon nagy patchet, a 2.24-es patchet, illetve most már egészen pontosan 2.24.1-es, hogyha minden igaz, annál vagyunk, mert jött egy kis javítás is. Amiket tartalmaz az új patch, az a Comsognathus, ugye, aki látszik Jurassic Park 2-t, tudja, hogy miről beszélek, kis idegesítő kis állatkák, de veszélyesek. Valamint az Oviraptor jött volna, de a következőbe fog bekerülni, mert azt írták a készítők, hogy még egy kis polírozási idő kellett neki. Aztán... igen, nagyító. Magnifying Glass. Mindjárt ide ér Genesz, és akkor vele ki fogjuk próbálni a dolgokat. Szerintem már be is futott. Azt mondja... 76 engram pointon van, és keresünk is rá. Itt van. Magnifying Glass, 16 pont. Rákattintás után kérje nekünk, hogy ez az eszköz, igaz, hogy primitív, de eléggé hasznos, rövid távú analízist ad nekünk floráról és faunáról. Ó, tényleg? De ez fegyvernek is meg tudod tanulni, Genesz? Merre felé van? Hát beírod, hogy Magni. Vagy Mag. Akkor már kidobja. Megtanulta. Azt mondja Genesz. Te ez valami komoly dolog lehet, hogyha 30 kristályunk, 15 obszidén, meg 8 fém is kell. Szerintem itt megvan nálam minden, ha nem akkor a főbázisról fölhozzuk, ami még kell. Hát akkor kraftoljunk. Na gyerekek, csak összetaráltam végre mindent, ami kell. Egy kicsit sok a gamma. Na, igen, ez már lecraftolta, egyébként valósággal is nagy itt, tehát... nagyon jó. Csináljuk meg akkor mi is, srácok. Tehát akkor még egyszer 15 fa, 20 bőr, 20 fiber, 30 kristály, 15 obszidián és 8 fém kell hozzá. Na. Ó. Ja, hogy így jobb klikkel magad elé adod. De ez mekkora távolságból működik most, akkor azt is le tudjuk... Ne menj el! Elég közel kell menni. De ennyi úgy kírja azért... Ja, de várjál! Mert ugye idegen állatnak nem tudod megnézni, mennyi élete van még. De mondjuk harc közben ennek nem sok jelentősége van. Nézzük meg a... Ez ott a középületbe. Ezt így meg amúgy is látod mondjuk. Mi van a főépületbe? Gyere utána, madára. Betalált egy külföldi emberke közbe ide. Igyekszem eligazítani, ha tudom, hogy menjek utána madára, igaz? Na hát akkor gyere paripa. Nem az enyém, ez az enyém. Mert tudsz valahol valami idegen állatot? Ja. Hol tetted, hogy benyomtad azt a fákját? Van itt egy állat, ami nem a miénk. Úgyhogy akkor azt most meglessük. Hát igen, kiírja, mennyi élete van. Miért van begubózva? Nálam nincs. Nálad nincs? Jaj! Mert nincs, akkor nekem csak 2.24-es a patch, és nem 2.24.1-es, mert a 2.24.1-es az a Doedicurust javítja, ez volt kiírva, amikor a 4.13-on indult újra. Úgyhogy akkor valószínűleg ezzel vannak problémák. Nem tudom, miért nem frissítette le nekem a... Valahogy ki kell erőszakolnom a patchelést belőle. Jó, ezen kívül, tehát ennyit tud a nagyító? Így ennyit? Igen, az volt írva, hogy fegyver, igen. Csak hát, ja, hát most jön fel a nap, úgyhogy... Itt vagy, Genesz? Ja.
Akkor gondolom az sem mindegy, hogy hogyan állok, nem? És nagyítóval belenézek a napba, hogyha egyszer följönne végre. Milyen? Milyen Rockstone? Miért írogatja ki nekem azt? Mert azt nézed velem. Na, nem azt néztem. Sőt, mikor ránézek, akkor... pont nem akarja. Ütni lehet vele. Ütni? Maga az effektje jó, meg mit tudom én. Hol az a nap? Izét akartam a kakit, de... de eltűnt. Úgy nézünk ki, mint valami idiótabb nyomozók itt te. Milyen nyomokat keresel, Genesz? Giganotto. Trails of Giganotto. Na, ahhoz kicsinyítő kéne. Na, nem jön fel az a nap már, vagy mi van? 5 óra 41 van már. Én úgy képzelem, hogy ilyen... jó erős koncentrált sugarat lövök. 11 HP-t vesz le egy ütéssel. A fiamiáról. Jó, de hát ezzel nem ütlegelni kell, nem? De nincsen sérülési csikja neki egyébként? Nincs. Hát gyerekek, nem tiszta nekünk ez, hogy hogyan kell ezt fegyverként használni. Induljunk el Comsognathust keresni. Na hát itt elnavigáltam már a külföldi emberkét. Már érdeklődik, hogy mi hogy működik. Közben keresjük itt a kompikat. A mezőn. Dilophosaurus van. Nem tudom igazából, hogy milyen területen kell, hogy előforduljanak, de hát szerintem mindenhol elő fognak fordulni, ahol csak lehet. Bár lehet, hogy a mocsaras placot is meg kéne néznünk, nem Genesz? Na, közben mondja Genesz, hogyha ránézel a bokorra közelről, akkor kiírja, miket dob. Miket ezeket ugye eddig is tudtuk, de hát nyilván olyan dolgok is kerülnek be a játékokba, amik a korai stádiumban lesznek. Hiába, hogy most már nem látjuk hasznát. Bár mondjuk, amilyen anyagok kellenek a nagyító elkészítéséhez is, ez nem feltétlen korai stádium. De nem értem igazából, mert... tehát, hogyha most felszedem a bokrot, ezt a bokrot, akkor ez tuti, hogy fog nekem dobni narkoberit. Tehát, nem tudom, gyakorlatilag ennek mi haszna lenne. De igazából csak fiber dobott szerintem, akkor ez csak egy általános információ. Hát, hölgyeim és uraim, csak-csak. Találtam kompikat. És nem tudom, nem akarom őket lelőni. Ki kéne ütni, csak ugye, hogyha... jaj, hol van a... cuszli, mindent előveszek, már csak azt mondom, amit kell. És az a kérdés, hogy... kibírnak egy lövést? Mert ez egy Mastercraft nyílpuska. Innen is köszönöm Pirunak még egyszer. Meglőttem. Kérdés, hogy elalszik-e. Jaj, a Rex! Rexek, fütyülünk egy passzívot, mert... kibírt? Kibírt egy teljes izét ezzel a kis testével? Szépen mellé lőttem. Közgen ez közben? Nem. Betámadnak. Egyik kifeküdt, gyere! Másik is kifeküdt, gyere! Mond kettő. Van már a Rexbe, aha. 50-et belerakok szerencsétlenbe. Szerintem nagyon megy le a... jó, ide megy le! Itt vagy! Szóval nincs be hús, hát ezzel nem tudok elmenni húsért, se annyira esik le neki. Na most talán jó lesz. Gyorsan, gyorsan! Bassza meg! Hol vagy, Genet? Aludjál még egyszer, de úgy, hogy nem dög lesz meg lehetőleg. Megint elom.
Most elmászkált a narkóval? Hát ezt nem akarom elhinni. Hát ezt nem lehet így, Genet, nem bírok vele egyedül. Ide érsz? Valamikor vissza. Megalább... Ó, azt a rohadt... Most ebből hol van a narkó? Most... Hát most beszarok ám már komolyan. És hol a tökönben van ebből a narkó? Gyerekek, van egy kompim. Ennyi volt a témelés, tehát igazából fölösleges bele ezek szerint narkót rakni. De a többiek nehogy kinyírják, most inkább megeszem őket. Csak hogy szemügyre tudjuk venni a kis barátunkat. Hey. Fölvetted? Ne gyere ide! Már egyik, hogy nézzem el. Iszonyatosan jól meg van csinálva. Kis szaros feje neki. Póba dobtad. Ja? Marha jó. 3.11 a milli, de nincs neki 137 000. Nem is annyira gyenge. 29-es. De mi legyen a neve, gyerekek? Az első kompinkat, ami remélhetőleg elég sokáig életben marad, igyekszek rá vigyázni, azt ti nevezzétek el. Kommentekben lehet küldeni a neveket, egyelőre kombi marad, egészen addig, amíg nem küld valaki nevet, akkor azt a következő részben fogjuk elnevezni. Viszont akkor Genesz, hogy vigyázol rá? Itt volt egy csomó ám. Egy ilyen 5-6 itt futkározott, de lehet, hogy még több. Fütyülj rá, hogy legyen veled. Rexről egész jól észre lehetett venni. Na lássuk, hogy találunk-e még. Ja és Genesz, nem kell narkó. Jó, mondjuk én Prime Meat-et adtam neki, de beraktam a húst, 2 vagy 3, az fel is kell, de majd a videóban megnézed. Gyere, nézzünk el erre akkor. Srácok, akkor ő az első kompink, egyelőre most nem fogunk be többet, de egész falkát tervezünk majd. Nevezzétek el, mert nincs még neki neve, és aki elnevezi, úgy fogjuk végig hívni. Remélhetőleg többször is fog szerepelni videóba. Nagyon szép. Még egyszer fölveszem a vállamra, hogy lássátok. Így mutat a kis dögség. Jó meg van csinálva. Na hát ennyi lett volna a videónk. Találkozunk a következő epizódban. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót is, hogy ne maradjatok le a többi részről. Sziasztok! Na Genesz, akkor nézzük meg, milyenek a pingvinek. Megmutatom a reggeli rutinomat, hogy mit csinálok, miután fölkel a karakterem az arcba.